itt vagyok Angliában, és kivett a voza. Hát azért leszek rá kíváncsi, mert holnap járna le a 28. nap. Van egy 91 vagy 92 órás két heti vezetésem. A negyedik 15-ösömet vezettem ki, és a harmadik 10-ösömet. Persze mindez dokumentálva, bizonyítékokkal. Megmutatom nektek azt is, egy egész regényt írtam fotókkal, videókkal, hogy megbüntetnek-e. Hát ezt elmondom a kontroll után. De menjünk, lássuk, hogy mit szólnak itt a rendőrök ehhez a művelethez. Hát egy izgulok, milyen kellemetlen, amikor egy napon múlt, hogy megúszod-e a kontrollt, vagy nem. Na hát ilyenkor bármi hihetetlen, a vadonatúj kamiont hiába látják, hogy egy hónapos ugyanolyan full kontrollnak vetik alá, mintha egy 40 évesen jött volna be. Kártyámat letöltötték, elvették a papírokat, és akkor itt van az, amit mutattam neki. Tehát 22-én történt ez a balhé, és akkor ez így van kiírva. CMR, tahográfszalag, az őrzött parkolónak a tiketje, de ezt majd elmondom nektek, jó? A CMR-ek, hogy mivel voltam, hogy bizonyítsam, fotók ugye arról, hogy mekkora kerüléket kellett tegyek, három útzár volt előttem, és hát mindent túlvetettem, hogy létezik, de oda kellett érni. Jó, meglátjuk, hogy mit fogadnak el, mit nem. Rendes volt, belépett, tehát ide tettem neki egy törölközőt, mert belépett, és nem szólt a cipőért, hogy nincs rajtam, elmondtam neki, hogy utolsó út, és akkor meglátjuk, most elmentek, kiértékelik, és majd utána látom, hogy mit mondanak. Jó, meg volt a féklámpa, meg a lámpák ellenőrzése. Na most ilyenkor alá mennek a pótkocsi alá. Hello, good morning. Yeah. Can I go in there and change, have a look? Yes. Thank you. This is a new truck. Oh, yes. Okay. Oh, stay warm. Great stuff. What's your name? Laszlo. Laszlo. Right, okay, just a quick look in here. You can see it, okay. Where are you from? Hungary? Hungary, yes. But I'm working in Austria. Oh, yeah, yeah. What's life like in Hungary? Good or...? Yes. Good. Yes. Never been there. Right, Laszlo, I'll go outside. Hogy az ember alá megy, és nekem mozgatni kell a kormányt. Érted? Tehát nem érdekli, hogy ez vadonatúj kamion, ő megnézi a... megnéz mindent. Fékeket, beült, és... néz mindent. Jó, és akkor bement az ember alá. Most ugye nyomjuk neki a féket. Oké. Kézifék ki van engedve, és a traktoron nézi a féket. Okay, Laszlo. So, okay. The mechanic call for me is okay. So that's my fault to say that. Okay. And my friend is still looking at the program hours. Uh-huh. So I'm finished. Uh-huh. So he will tell you what he's found. Okay. 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 Thank you. You want the toilet? No. Okay. Thank you. Ugye az első papír, tehát amit az előbb, mint hallottátok, a srác elmondta, mindent leellenőrzött, mindent rendben talált, és akkor a kollégája az még dolgozik itt a... Nyíregymaza. Nyíregymazáról való vagyok, látod? Boston. Hey, hol vagyunk, hallod? Úgyhogy itt vagyunk az A1, A659-esen. Úgyhogy dolgoznak még a dolgokon. De bizakodó vagyok, hiszen mint láthatjátok, minden rendesen dokumentálva van. Ezen kívül még egy hiba van, az egy 15 perces túlvezetés. Arról is van egyébként 16 perces, azt egy cégen belül szektem meg, tehát már nem mozogtam igazából csak 100 métert, csak el kellett menjek a mérlegre, meg a rámpára, meg még ada menj, meg ide menj, és ennyi. Ezzel túlvezettem bent a gyáron belül, úgyhogy barom jó. Na de hát utána megvan a pihenő, szóval ilyenek igazából én nem szoktam túlvezetni, ha van, akkor meg hát mint láthatjátok, egy komplet regényt írtam,
fotókkal ellátva, hát őrzött parkolós áru, azzal nem fogunk megállni, pont nem érdekel, hogy mennyit kell érte fizetni, ha nem fogadjon el, de amúgy az angol az szinte 100%-ra veszem, hogy elfogadja, de ezt mindjárt meglátjátok. Már itt mögöttem lévő másik kamionnal küzdenek. És ha jön ki az ember és nincs a kezében a papírod, hanem azt mondja, hogy gyere már be, akkor baj van. Akkor van a baj. Na de ezt meglátjuk. Na és mindjárt hozzák a következőt. Úgy láttam, akkor mögöttem egy ilyen litván kamion van. Őt ellenőrzik, és akkor most érkezik be mindjárt egy Nord Frostos, az szerintem az lengyel. Hát főleg keletieket. Amikor itt voltam legutóbb, akkor például egy angolt is kivettek, hogy egy angol srác volt benn, és az árrögzítést nézték, azon azért, hogy elcsodálkoztam, már akkor egy évvel ezelőtt volt ilyen is, és leköttették vele az árut, nagyon az ember. Mindig nem hozzám, nagyon dolgoznak rajta, hallod már? Figyelj, 49 perc állok itt, kinyúlsz. 49 perc. Nagyon-nagyon el tud menni, tehát itt nem kapkodják el. Úgyhogy erre nagyon-nagyon rá kell készülni, most van befelé másik csávó. Hát szedik ki becsülettel. Szombaton úgy látszik. És hogy értsétek, hogy mennyire könnyen átszeged itt a szabályokat, nézzétek? Egy órájak állok itt. Nézzétek, mennyi időm van? Az a munkaidőmből megy elfele. 10 percem van. Sittálok a rendőrségi kontrollon, és innen el kell menni, és el kell menni az első őrzött parkolóig. Mennyit fog? Nézd meg, már csak 9. Így haladunk, már itt megszegem a szabályt, hogy egyáltalán kimegyek a rendőrségi placról. Értitek? Én pont beértem volna az őrzött parkolóig. Most megint vezethetek túl. Jön az ember, papírokkal, szerencsére. There's lots of faults with the tachograph. Yes. It's coming up with sensor faults, GPS faults. Because my tachograph card is not GPS card. This is an old car. Yeah. This is the problem. Yeah, it's coming up lots of sensor faults. The sensor from the gearbox. Ah, this is a very new truck. Yeah. And okay. I've given up. And look, my time is now is finished. Aha, okay. Na hát ilyen volt egy rendőrségi parkoló, látjátok, tehát higgyetek, mindig figyelj! Én azt mondom nektek, vannak a parkolói betyárok, akik elmondanak sok mindent, láttátok? Ott a papírom róla, ott a tachográf, volt aki azt mondta, hogy a hajójegyet se fogják elfogadni, mert hogy azt se jól csináltam, érdekes, hát akkor én vagyok ezek szerint hülye, biztos így van. Itt vannak a papírjaim, visszaadták, aztán mehetünk dolgunkra. Hála jó Istennek, egy óra túlvezetéssel megkezdjük megint. Na, hogy lássatok ilyet is, tehát így néz ki, amikor túlvezetsz. Tehát minden nullán van. Ennyi. 0-0-0. 11-es pihenőt követel. Persze nem 11-es csinálunk, hanem 45-ös, bár 24-es elegendő. És már 45-ösem nem lesz meg. Utolsó hét. Csak, hogy lássátok, hogy hát van ez így, és akkor mehetsz az őrzött parkolóig, mert nem itt tudsz csinálni, ha a rendőr miatt lejárt a munkaidőt. Jó, persze, hát nem, ez ilyen, ezen nem kell semmit izélni, ott vannak a papírok, úgyhogy megint akkor nyomtatok, és megfogalmazok. Meg szerencsére van róla videó, hogy ez történt. Na és megérkeztünk az őrzött parkolónkba. Hát ez egy selkút, ez a Lemming Bar nevezetű snapos parkoló. Be van kerítve, kamerázott, sorompóval ellátott, éjszaka biztonsági őr van. Bár a nyugyazóhányzás az fizetős, tehát 2 fontot kérnek el.